Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Tegnap este egy lakossági tájékoztató volt Várpalotán, és jó néhány kérdés felmerült az ottani azbeszttel, a szennyezett hulladék lerakásával kapcsolatban, de én most egy más típusú kérdést szeretnék a államtitkár úrnak föltenni, ami ott tegnap nem hangzott el. Én megnéztem azt az engedélyt, ami a egységes környezethasználati engedély módosításáról szól. A érintett cég, aki ezt a veszélyes hulladékot Várpalotára kívánja vagy Inutára szállítani, 2015. február 23-án adta be a 5. módosítási kérelmét a környezethasználati engedélyük kapcsán, a depónia kapcsán, és 18 nap alatt sikerült a Kft.-nek ezt az engedélyt megszereznie. Nem tűnt az fel senkinek, államtitkár úr, hogy ilyen gyorsan hogyan lehet egy olyan engedélyt megszerezni, amiben 4 oldalon sorolják fel azokat a veszélyes anyagokat, amit mellesleg egy lakossági hulladék tárolóba ezután el lehet majd helyezni. Én azt kérdezem, államtitkár úr, hogy az se tűnt föl senkinek, hogy ennek kapcsán indulhatott ez a vállalkozás azon a fővárosi, vagy pontosan a Pest megyei tenderen, amit aztán megnyert, annak ellenére, hogy ebben az esetben 170 kilométerre kell számítani 27 ezer tonna azbeszttel szennyezett anyagot. És tényleg senkinek nem tűnt az fel, hogy ilyen volumenű, ilyen tömegű szállítás mellett hogy lehetett ez a legjobb ajánlat? Nyilván úgy, hogy a másik két depónia az más típusú eljárással dolgozott volna. Én azt szeretném kérdezni, államtitkár úr, hogy mindig ilyen rekordgyorsasággal dönt a környezetvédelmi hatóság, vagy csak bizonyos esetekben, főleg akkor, amikor 1,3 milliárdos bizniszről van szó? Ezekre kérnék választ, erre ott tegnap nem történt kérdés sem, de válasz sem. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadással megadom a szót Vénimet Zsolt államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. A kormány döntése értelmében egy talán évtizedes gond fog megoldódni Zagyvaszántón, ahol azbeszttel keveredett bontási építési törmelék hatalmas mennyiségben halmozódott fel. Ennek az elhelyezésére egy közbeszerzési eljárást követően a várpalotai lerakó tűnt a legalkalmasabbnak, és ma is azt tartjuk legalkalmasabbnak. Azért, mert biztosan állíthatjuk, hogy környezetszennyezés és egészségkárosodás a kármentesítés során nem lesz. Sem Zagyvaszántón körzetében nem lesz, sem Várpalotán. De méregkeverés az igen. Én méregkeverés körébe tartok minden olyat. Azok részéről, az emberek részéről, akik teljesen tisztában vannak az azbeszt természetével, hogy az milyen körülmények között szennyez, okoz egészségkárosodás, és keresünk mindenféle indokot, hogy egy mindenféle szempontból tiszta közbeszerzési eljárás és egy kijelölt lerakót megkérdőjelezzenek. Először is nem akkor indult közvetlenül ennek a lerakónak a vizsgálata, mikor a közbeszerzési eljárás, a tárgyalásos közbeszerzési eljárás megjelent, hanem a múlt év őszén kereste már a felügyelőség több tucat lerakót megvizsgálva a lehetséges megoldásokat. Mert néhány feltétele van annak, hogy ezt a hatalmas mennyiséget, 26 ezer tonnát elhelyezzünk lerakóban. Először is rendelkeznie kell ennek a lerakónak olyan lehetőséggel, hogy különálló medencét alakítsanak ki. Ez nagyon kevés helyen adatik meg. Amellett vizsgálnunk kellett azt is, hogy vajon milyen az éves és a végső kapacitása. A többire majd a következő egy percben válaszolok. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselő urat egy perces viszont válasz illeti meg. Köszönöm, elnök úr, a szót. Államtitkár úr, én azt kérdeztem, hogy a környezetvédelmi hatóság minden esetben kiad-e 18 nap alatt környezetvédelmi engedélyt. Vagy kijelölték ezt a depóniát, nyilván megvolt az oka, hogy miért, és úgy, hogy senkit meg nem kérdeztek, se a várpalotai képviselőtestületet, se az ottani lakosságot, elkezdték oda szállítani május 10-én ezt a veszélyes hulladékot. Tegnap a várpalotaiak világos választ adtak, államtitkár úr. Ők nem kérnek ebből az anyagból. Azt szeretném kérdezni végül, hogy ennek a folyamatnak a kivizsgálása után majd nyilván visszatérünk erre az ügyre, amikor ez lezárul, de én most sem értem, hogy sikerült el az engedély ilyen gyorsan,
hajlandók lesznek-e tudomásul venni a várpalotaiak döntését, és olyan helyre vinni ezt a veszélyes hulladékot, ahol nem 170 kilométerre kell keresztül vinni az országon. Erre a kérdésre kérek választ, és nem arra, hogy az azbest mit csinál. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, államtitkár, illetve önni a szó, államtitkár úr. Lényeges dolog, hogy az azbest mit csinál, nyilvánvalóan a kormányzat számos más szempontot is mérlegelhet. Engedje meg, hogy én a környezetvédelmi aspektusokat hozzam ide, és folytatom azzal, hogy megvizsgáltunk 18 önkormányzati tulajdonú lerakót, és 12-t, amely nem önkormányzati, mégpedig azért, mert Európai Uniós forrásból lakossági kommunális hulladékra épített lerakóban nem biztos, hogy elhelyezhető 26 ezer tonna építési törmelék, azért, mert nem arra kaptuk az Európai Uniós forrást. Mindamellett a kialakítása is olyan a várpalotainak, ami minden biztonsági szempontnak megfelel. Csak azért volt ilyen gyors a hatóság, mert erre volt szükség, mert olyan igény van arra, hogy ezt az ügyet gyorsan oldjuk meg. És még egyszer is hangsúlyozom, az eljárás előtt hónapokig vizsgálódott a felügyelőség, hogy kiválassza a lehetséges lerakókat. Ezt a vizsgálódást egyébként folytatjuk, a kormány elé tárjuk, de ha valaki azt kérdezi, hogy dupla áron helyesnek tartom-e máshol elhelyezni ezt a törmeléket, akkor azt mondom, hogy nem. Mert hogyha van szabad 1,3 milliárd, akkor hasonló fontos környezetszennyezések felszámolására kellene fordítani. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Kulcsár Gergely, a Jobbik képviselő.